Hello mindenkinek is, üdv újra a csatornán egy jó öreg klasszikus videótípusban, mégpedig sminkújdonságok tesztelése fog következni első kézből, csapó 2. Mert hogy egy órával ezelőtt ez már elindult, és két termékbe már belemártottam az ecsetemet, mikor rájöttem, hogy valami nem jó itt a felvétellel, szóval újra kezdtem az egészet, és hogy időt spóroljak, és térjünk a lényegre, az alapozásomat megcsináltam, a szemöldökömet is egy kicsit átszíneztem, de még gyorsan le kell fixálnom ezzel a zselés termékkel, ami szerintem egyébként már az utolsókat rúgja. A mai videó leginkább ajakfókuszú lesz, de azért van egy paletta és egy pirosító is. Hát kezdem mindjárt a rossz hírrel. Sikerült egy olyan Rare Beauty terméket választanom, az elsőt, aminek nem jó a színe. Szóval, ha láttátok a New York vlogot, abban volt egy mini Sephora-s csomagot nagyjából a közepe fele. Na, abban a csomagban volt ez a Rare Beauty pirosító, ami valójában egy pirosító plusz highlighter, a Hope nevet viseli, és nagyon benéztem a színt. Ennek az az oka, hogy mindössze 15 percem volt arra, hogy körbenézzek a Sephora-ban, annyi idő fért bele így a napi programolás során, tehát se több, se kevesebb, és hát 15 perc alatt azért az ember tud hibás döntést hozni, főleg, hogyha egy sminktermékről van szó. Tehát abszolút nem tetszik a szín, és abszolút nem tetszik a finish. Mindjárt elmondom a lényeget, hogy miért, viszont tanulva az egy órával ezelőtti hibából, ahol úgy néztem ki, mint egy pink diszkó gömb, most egy egyszerű, halvány, rózsaszín, pirosító alapot fogok feltenni. Na, így körülbelül ez az a fényesség, ami nekem úgy tetszik. Vélhetően a kamerában ez sokkal csökkentettebb színélményben jelenik meg, mert hogy valószínűleg túlságosan ki van égve a képernyő, de így élő ránézésre ez az árnyalat, ami így a tökéletes. És ebben is van fény. Na most a Rare Beauty-s vásárlásom az übereli ezt körülbelül 100-szorosan, amivel nincsen baj, mert gyönyörű, csak nem rajtam. Szerintem, akinek normál száraz bőre van, azon, illetve hát sokkal fiatalabb, mint én, vagy per, abszolút oda van a színes sminkekért, és ez az élete, annak ez tökéletes. De nekem kombinált zsíros bőrükként, hatalmas pórusokkal, és már azért nem üde arcberendezéssel, én ezt abszolút nem találom szépnek magamon. És én nem tudom, tényleg, a boltban nagyon szép volt, ott tesztelgettem magamon, és el voltam ájulva, de most egy órája, amikor így végre élesben sikerült magamra kenni, szörnyűködtem. Na mindegy, szóval van most egy alapom, és akkor azért teszek rá belőle, mivel extrémen pigmentált a termék, éppen csak bele érintem az ecsetemet, és így megsimogatom csak azt az előző részt, és már is ott van a diszkógömb. Ez a nagyon erőteljes rózsaszín diszkógömb. És hát gyakorlatilag ide highlighter már nem kell, mert hogy itt ez így mindent visz. És hát nem tudom, hogy így a felvételen mi jön át, de élénk, extrém, és abszolút nem nekem való. Úgyhogy ez sajnos nem volt egy jó vásár. Vagy inkább mondjuk úgy, hogy ez egy elég drága tanuló pénz volt. És akkor így ez a pontos megfogalmazás. Na mindegy, azért most ez egy milliárdszor jobban néz ki, mint az egy órával ezelőtti verzió, az a szó szerint katasztrófa volt. És akkor térjünk rá a szemre, mert hogy van itt nekem egy palettám az Ardell-től. Ez újdonság abból a szempontból, hogy eddig műszempillákat ismerhettünk meg az Ardell-től, viszont most itt van ez a paletta, ami a Pro Eyeshadow Palette nevet kapta, metálos és matt színeket tartalmaz, és aztán van itt minden jóság, amit csak szeretnénk, leginkább földszínek, de
korábban ezt a színt próbáltam ki, és hát ez teljesen karácsonyt idéző volt. Van benne két szürkés-zöldes árnyalat és egy matt lila. Én a körömlakkom véget gondolkodtam a matt lilán, de lehet, hogy túl sápat lenne a végeredmény, szóval még a zöld színben gondolkodom. De az biztos, hogy valami egyféle színt szeretnék a szememre tenni. És egy kis CC krémet fogok feltenni alapnak. Igazából primernek bármit lehet használni, alapozót, korrektort, BB krémet, CC krémet, hivatalos primert természetesen. A lényeg, hogy valami krémes alapunk legyen, amelybe bele tudnak tapadni a szemfesték pordarabkák, és sokkal intenzívebb és tartósabb is lesz ezáltal. Oké, ez fent van. És hát most tényleg nagy a kísértés, hogy mi legyen, mert ez a sápat lila, ez most pont jól menne a körmeimhez. Nem tudom, most ilyen ne hangulatban vagyok, úgyhogy a sápat lila győzött. Remélem nem bánom meg. Természetesen ecsettel is veszek fel belőle, és azzal is átmegyek a területen, illetve satírozok is. Ez így nagyon tetszik. Gyorsan jöhet a másik szem. Majd a sarokban lévő világos színbe mártam az ecsetemet, és a szemöldök csont területét fogom vele kiemelni. Két villámgyors mozdulattal. Van nekem itt ezer évről egy Maybelline Color Tattoo termékem, ami még ki sincs bontva. Most arra gondoltam, hogy itt a lila alaphoz bevethetném ezt a terméket. Nézzük meg, hogy mit lehet vele kezdeni. Szóval egy 24 órán át tartó stickről beszélünk. Pontosan olyan színe van, mint a körömlakomnak, tök jó. Igazából arra gondoltam, hogy a szempillatövekhez lehetne belőle tenni. Vannak benne kicsike csillámok is, ezüst csillámok. Ez a mai színválasztásomhoz tökéletesen illik, szürke és lila. Úgy látszik, hogy végre eljött az idő, amikor ragyoghatsz, te termék. Úgyhogy ezzel most így végig is megyek a pilláim tövébe, és úristen, már most látom, hogy ez egyszerűen fantasztikus lesz. Igen, pont ez kell ide. A matt alaphoz egy vékony, ezüstösen, lilásan csillogó kis vonal. Nagyon jó. Úristen, nagyon jók együtt. És az a jó, hogy nem kell nagyon odafigyelni arra, hogy precíz legyen az a vonal, és tökéletes, mert teljesen mindegy. Tehát, hogy ez nem fekete tus, ahol élet-halál kérdése, hogy az a vonal 100%-osan jó legyen. Nagyon jó! Wow! Akkor most jöhet egy szempillaspirálozás előtt szempilla emelés. Ezzel a középkori kínzóeszköznek tűnő szempilla göndörítővel. Oké, térjünk rá az ajkakra. Itt több terméket is meg fogunk nézni. Van itt kettő darab Rimmel szájfény, aztán van a Buxom márkától két ajaktermék és egy ceruza, illetve van itt egy Pillow Talk ceruza, ez volt a másik termék a Sephora-s kistatyomban, mert hogy a rúzs az megvan már hosszú ideje, de nagyon szerettem volna hozzá a ceruzát is, úgyhogy végre itt van, és szerintem ezzel fogjuk zárni a sminket, mert ez fog legjobban illeszkedni ehhez a lilás színhez, úgyhogy addig nézzük meg a többi cuccot. És amíg itt kibontogatom a csomagolásból a Buxom márkának a termékeit, el akarom nektek mondani, hogy micsoda megvilágosodásban volt részem. Szerintem, ha ismeritek a videóimat, gyakran néztétek az elmúlt években, akkor emlékezhettek arra, hogy mindig volt egy olyan videó, általában vlog videó, amiben elmondtam, hogy
Most csak szájfény van a számom, mert ki van száradva, mert hogy az én ajkaim valamiért mindig ki vannak száradva, és esküszöm, iszom vizet, de tényleg. És igyekszem figyelni a hidratálásra, de az hagyján, hogy alkalmanként az ajkaim szét vannak cserepesedve brutális módon, de ami a legdurvább, hogy az ajkam íve is ki van száradva és hámlik. És ez megmagyarázhatatlan. Tehát, hogy ez így mi? És szóval jött a megvilágosodásnak a pillanata, és rájöttem. Rájöttem, hogy ez a fogkrém miatt van. Hogy a fogkrém szárítja szét az ajkaimat, valószínűleg a benne lévő fluor okozza ezt, vagy ki tudja valamelyik összetevő, de hogy ez tényleg ezer éves probléma, és egyszerűen ez, amikor rájöttem, annyira logikusnak tűnt, hogy hát persze, hát biztos, hogy ez okozhatja. Alig várom, hogy hazaérjek, berongyoljak egy drogériába, és vegyek magamnak egy olyan fogkrémet, ami mindenmentes, vagy nagyon természetes. Persze a legszuperebb az lenne, hogyha meg tudnám kreálni a saját fogkrémemet, az nagyon szuper lenne, de egyelőre most szeretném kipróbálni, hogy jól gondolom-e a dolgot, és igazam van-e, és elmúlik-e ez az extrém száj probléma. Nézzük akkor először ezt a Thrill Seeker nevű Glossy Gloss elnevezésű terméket, amelynek Pink Candy a színkódja. Vaníliás kókuszos illata van a terméknek. És... jó vastag állagú. Hát ennél sokkal kevesebb is elegendő az ajkainkra. De... tényleg kicsit sokat tettem. Gyönyörű vizes hatása van, nyilván, hogy ez a rózsaszín árnyalat azért az én ajkaimon nem úgy tükröződik vissza, akinek egy kicsit színtelenebb az ajka, ott lehet, hogy visszaköszön tényleg ez a rágógumi rózsaszín szín, de az én esetemben ez inkább, mint hogyha egy átlátszó szájfénnyel kentem volna az ajkaimat, és amúgy tényleg durva, hogy minden szájfény, minden rúzs teljesen máshogy néz ki, mindegyikönkön. A legjobb példa volt erre ugye a Clinique-nek a Black Honey TikTok által nagyon favorizált rúzsa, ami rajtam őszies volt, de volt olyan lány, akin pedig abszolút tavasz hangulata volt. És én is a tavaszt szerettem volna magamnak, de sajnos ősz lettem. Na mindegy. Hát ez egy fullos szájfény, azt kell, hogy mondjam. Ha imádod ezt a nagyon vastag, nagyon juicy, nagyon wow, extrémen fényes, tényleg a holdról is látni lehet a fényt típusú szájfényeket, akkor ez nagyon fog neked tetszeni. És akkor van ennek egy testvére, ami már azért erőteljesebb színű, szóval ennek már látványosabbnak kellene lennie rajtam is, ez pedig a Pink to the Berry nevet viseli. Most igyekszem kevesebbet feltenni. Ó, tényleg bogyós, gyümölcsös, rágós illata van. Aha, én látok. Látok rajta egy kis színváltozást. Tök jól néz ki. Ez nagyon szép árnyalat. Tudjátok, hogy mi jutott eszembe erről a szájfényről? Ezzel a színnel, a Dior Addict rúzsom, ami ugyanúgy hozza ezt a nagyon fényes szájfény hatást kicsi színnel. Ez szerintem ők így tesók. Mármint ez a drága verzió, ez a megfizethető verzió, de hatásban esküszöm ugyanazt érzem. Ugyan lemostam magamról a szájfényt, de még mindig lehet érezni az utóhatását. Kicsit még mindig enyhén ragacsos az ajkam, és egyébként ilyen hidratált megjelenése van. Jók voltak. És akkor nézzük a Buxom márka. Ez számomra tök új, szóval lehet, hogy a nevét sem jól mondom ki. Egyrészt van itt egy átlátszó
kis tégelyben Plump Shot elnevezéssel egy kollagénnel fúzionált ajakszérum. Azt írja a csomagolás, hogy volumen növelést tud, sokkal duzzadtabb lesz ezáltal az ajak, és hogy az ajkaknak az íve is láthatóbb lesz. Jaj! Csak ne legyen mentolos, hanem valami más. Csak ne mentol. De mentol. Ez bizony mentol. Azt nem szeretem. Nem szeretem ezeket, mert nekem ilyen csípő, égető érzést szoktak okozni. Na jó, próbáljuk ki. Jó, eddig ez nagyon finom. Lassan indul be a mentol ereje, amit nem bánok. Kezd egy picit már itt bizseregni, de még nagyon finoman. Szóval semmi durvulás, ami jó hír. Biztos, hogy fog ez egyébként erősödni. Igen, itt most már kezd. Oké. Én most nem szeretném kivárni, hogy teljesen kifejtse a hatását. Ezt meghagyom nektek, ha szeretnétek kipróbálni. Igazából az első benyomás ugye az volt, hogy teljesen szájfényként viselkedik a termék, szóval tök jól megállja a helyét, senki meg nem mondaná, hogy egyébként ilyen extra tudása is van ennek a szájfénynek, úgyhogy bátran lehet alkalmazni. Én viszont nagyon kíváncsi vagyok erre a duóra, mert úgy látom, hogy itt a színek teljes mértékben megegyeznek. Van itt egy Powerline elnevezésű, szintén plumping effekttel bíró ceruza, tehát, hogy ez is azt fogja szolgálni, hogy nekem ekkora ajkaim legyenek, és ehhez van egy színezett rúzs is, folyékony rúzs, a Full On elnevezésű matt plumping termék. Szóval akkor kezdjük azzal, hogy hogy megrajzolom az ajkaim ívét, és a ceruzának a vége az egy csepp formájú. Na, közben bebújok a tükörbe, hogy jól lássam, amit kell, és ti is látjátok, amit én látok? Igen, határozottan. Vérbőség van az ajkaimon, és ezáltal valóban az ajkaimnak az íve sokkal jobban kirajzolódott, az egész ajkamnak a színe sokkal élénkebbé vált, pedig csak meddig volt rajtam? 20-30 másodpercig a termék, aztán tényleg lemostam. Dangerous Dolly nevet viseli ez az árnyalat, és szerintem fantasztikus a szín. Ez egy szuper őszi szín, így első ránézésre, és próbára, úgyhogy jöjjön hozzá akkor a testvértermék. Oppá, közben figyeljetek, Buxom Cosmetics New York, viszont akkor lehet, hogy Buxom, angolosabban. Olaszországban készült a termék, és úgy látom, hogy a Shiseido alatt fut. Ups! Ez fröccsent egyet. Tudom, mi lehet a baj. Itt várakozott szegény már tök régóta a brutál melegben. Itt bent a szobában szerintem most van legalább 35 fok. A klímát itt kibe kapcsolgatom két felvétel rész között, kint pedig ilyen 48 körüli a hőmérséklet, és szerintem így szegényke most oda van. De most jobban összeráztam. Aha, na így a tuti. Így már rendben van. Nagyon szétvált a szín és az olajos része a terméknek, de így már okés lesz. Ez egy kicsit barnásabb árnyalat. Aha. Na várjunk, akkor ezt most úgy kellett volna csinálni, mint az ügyes lányok a TikTokon, hogy gyorsan ezt leszedem, beszínezem az egész ajkamat a ceruzával. Szia! Menjél, persze!
Mindjárt meg vagyok a vidivel, még egy 10 perc. Hát újra kezdtem, volt egy kis... Tudom. Szóval az egészet most beceruzázom, és akkor csak középre teszek ebből a színből, és akkor megpróbálom így a kettőt, tudjátok, így összemosni. Aha. Tehát, hogy kívül sötét, belül világos. Hát nem tudom, mennyire sikerült elérni azt az állapotot, amit szerettem volna, de minden esetre nagyon jól mutat így együtt, és részemről jöhet is az ősz. Potyoghatnak a gyönyörű falevelek. Én készen állok rá. Bármi jöhet, csak ne ez a forróság. Szóval ez így néz ki. És közben már érzem, hogy itt is az enyhe bizsergés megjelenik, tehát ugye a kis duzzasztó effekt, ami a termékek specialitása, az azonnal érezhetően megjelenik, és igen, finoman érzem a dolgot. Szóval ez így néz ki. És akkor végül, de nem utolsó sorban zárjuk akkor a sminket és ezzel a videót is, a pilótok tesókkal. Itt van ugye maga a ceruza, Charlotte Tilbury terméke, és ebből a közép pilótolkot választottam, mert hogy volt dark medium, és talán még egy világosabb tónus is, de én úgy emlékszem, hogy a középső árnyalatért nyúltam, úgyhogy remélem, hogy ez passzolni fog a rúzsommal is majd. És akkor nézzük. A ceruza nagyon puha volt, a színe egy kicsit rózsás, úgyhogy elbizonytalanodtam. Vajon tényleg illenek ezek egymáshoz? Nagyon remélem, hogy a jót vettem meg. Oh, igen. Oh, tökéletesek együtt. Sokkal sikeresebb így a rúzsozásnak a végeredménye, hogy van egy mankó, amivel már így szépen meg tudom az íveket rajzolni, és akkor nem ezzel kell szerencsétlenkedni. Hú, nagyon örülök neki. Szerintem jól mutat ehhez a lilás sminkhez ez az ajak kombináció. Hát nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket a mai videóra. Kívánok nektek további szép napot, vigyázzatok magatokra, és tessék pezsegni, hamarosan találkozunk. Addig is, sziasztok!